Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi Magazint látják, azon belül az önkormányzati perceket. Két témával fogunk foglalkozni. Az első részben láthatnak egy nagyon színes összeállítást, amelyet az elmúlt héten a Széchenyi fürdőben készítettek kollégáim az egészségnapon. Utána pedig a Terézvárosi Gondozószolgálat két munkatársa lesz a vendégem itt a stúdióban, hiszen a TEGOSZ a nyáron is teljes kapacitással működik. Óta minden évben egészségnapot tart a Terézvárosi Önkormányzat. Most itt a Széchenyi fürdőben 5. alkalommal. Idén először vagyunk itt a Széchenyi fürdőben strandnapon. Már reggel 8-kor volt, aki jött és sorakozott, gyülekezett a beléptetéshez. Hivatalosan 9-kor kezdtük volna, de mivel akkora volt az érdeklődés, így már 8:30-kor elkezdtük a regisztrációt. Nagyon szép napunk van, nagyon sokan jöttek el, nagyon sok a régi vendég, nagyon sok a kedves arc, aki ránk köszön, és örül, hogy itt lehet ismételten, viszont vannak olyanok is szép számmal, akik most vannak itt először. Ma sztár vendégünk is lesz, természetesen, ahogy eddig mindig volt, Feke Pál művész úr személyében. Lesz vizitorna, lesz masszírozás, mindenféle kedvező program, és ugye este 10 óráig kedvezően ingyenesen a terézvárosi szépkorúak, ami 62 éves kort jelent, igénybe vehetik a fürdőszolgáltatásait. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, úgy mint tavaly, az idén is a 6. kerületi önkormányzatnak. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog az idősebb korosztálynak, mert ugye a Széchenyi fürdő, mint tudjuk, az gyógyvíz is, úgyhogy nagyon köszönjük, és reméljük, hogy az idén még egyszer lesz, és jövőre is várjuk ugyanezt a lehetőséget, mert jövőre veletek ugyanitt. A riport előtt beszélgettünk, és tetszett mondani, hogy második alkalommal tetszik itt lenni a strandnapon. Hogy érezte magát az elsőn? Mi tetszett kipróbálni, illetve mi a terv? Hát egy kis gyógyvizet a derekamnak, esetleg még a masszírozásra bejutok, és hát amit lehet. A Széchenyi fürdőbe kihelyezett egészségnap mára a legnépszerűbb nyári programmá nőtte ki magát a terézvárosi szépkorúak körében. A visszatérő vendégek között sokan voltak olyanok, akik még nyaralásukat is az egészségnaphoz időzítették. Ismét eltelt egy év, újra itt vagyunk a Széchenyi fürdőben, a Terézvárosi Önkormányzat által szervezett egészségnapon. A hátam mögött még mindig várnak a beléptetésre a terézvárosi szépkorúak. Hamarosan bemegyünk, és elindul a nap. Vendégeket Csóka Ilona és Lindmayer Viktor önkormányzati képviselő köszöntötte, majd a szokásos kvíz kérdések következtek. Az idén a futball EB-vel és a közelgő olimpiával kapcsolatos sport témájú kérdésekre kellett válaszolni, és hamar elkeltek nyereményként a masszás kuponok is. Újra itt vagyunk a strandnapon, hogy érzi magát Marika néni? Nagyon jól érzem magamat, és bár többször csinálom a Zsófi éneket. Nagyon jó ez a kis kikapcsolódás a nyugdíjasoknak. Erzsike, mi tegeződünk. Mindig mondod nekem, hogy milyen fantasztikus a terézvárosiaknak. Igen, irigylésre méltó, hogy így gondoskodnak az idős
polgáraikról, bár a többi kerület is követné ezt a példát, mert nagyon jó, hogy így gondoskodnak és törődnek az öregekkel. Gyönyörű szép napsütés van, eddig nyárnak a legmelegebb napját ígérik már, és mit vagyunk az egészségnapon a Széchenyi fürdőben. Így van, ezt is sikerült elintéznünk, ugyanúgy, mint tavaly, ugyanilyen jó időben voltunk itt. Örülben veszem, hogy most megint megrendezésre került ez az egészségnap. Egyetlen egy problémát látok megint ebbe az egész dologba, amit most meg is beszéltünk a Human Bizottság vezetőjével, hogy jó lenne egy olyan családi napot is szervezni, esetleg egy kicsit kevesebb belépő díjjal rendelkező, akár a Palatinus, akár a Dagáslandra, ahol fel ennyibe kerülne a belépő, hogy gyerekesek, nagymamák, unokával, szülő, gyerekkel, nagyon sokan nem engedhetünk meg ennek a belépőjét, amit a Széchenyibe van. Mi 60 éven felüliek ezt ugye élvezhetjük, de aki még nem ért el ezt a korhatár, illetve ugye gyereket nem tudnak behozni, és ez komoly gondot jelent. Nagyon örülünk, hogy van, jól érezzük magunkat, bízunk benne, hogy ugyanilyen jó idő lesz egész nap, és a programok is ígéretesek, úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük. Azt hiszem, hogy nagyon sokan vártak ma itt önre, és én ahogy itt az előbb 2 percet tudtunk beszélgetni, mondtam, hogy ez valójában nem csak egy Terézvárosi, hanem ez egy nemzetközi koncert is lesz. Én remélem, hogy a Terézvárosiak ezek a fürdő nagy részét elfoglalták, de hát vannak más vendégek is, őket is szeretettel köszöntjük, és azt szeretném még mondani, hogy nagyon sok és nagyon jó szórakozást kívánok önöknek ma. Nagyon fontos a Terézvárosi Egészségnapok sorozatában a mai strandnap is, hiszen prevenciós céllal már régóta megy ez a most már hagyományos, nyugodtan mondhatom, programsorozat, és ígérem önöknek, hogy ez ugye augusztus végén is lesz, tehát ne felejtsék el nézni majd a Terézváros újságot, ahol ezt szintén meg fogjuk hirdetni, és természetesen az ezt következő években is mindig lehet számítani mindenféle kényeztetésre az önkormányzat részéről. De most átadom a szót, illetve hát nem csak a szót, hanem a lehetőséget is Feke Pál úrnak, úgyhogy egy nagy tapsot kérek neki még egyszer. Köszönöm szépen! Nézd rám! És lásd, csillagokra lépsz, nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, tudod jól, hova mész. De végül hazatérsz. Száj, száj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Száj, száj, én várok rád, ahol véget ér az út. Nosztalgikus gondolatok jutottak itt eszembe, miközben láttalak téged fellépni, hiszen már nagyon rég ismerjük egymást. Azt mondtad, hogy ez az első fellépésed strandon. Hogy érezted magad? Hát köszönöm szépen, nagyon jól. Az a helyzet, hogy azért ez egy nehéz helyzet itt, szóval legyünk őszinték. Nagyon meleg van, az emberről folyik a víz, nem nagyon szoktam rövidnadrágba, meg ennyire lazán felöltözve műsort adni. Mindig úgy felöltözik az ember, meg hát van egy megszokott ritmusom, és most itt azért ez egy speciális körülmény, a napozóágyról néznek az emberek, de nagyon élveztem, és nagyon helyesek voltak, idejött mindenki, aki itt a környéken volt, és együtt énekelték a dalokat, szóval jó élmény volt, nagyon élveztem. És ha megengedsz egy kitérőt, tehát a mi közös múltunkra, mert erről beszélgettünk pont, hogy az ember annyi minden nem megy át az életében, meg a pályáján, magánemberként is, a szakmában is, hát ezt te is nagyon jól tudod, mint színidirektor, rendező, televíziós szakember, szóval ezer millió dolog. És hát annak idején a Nagy Mikivel, amikor ugye a Rutka Éva Színházat csináltátok, akkor soha nem felejtem el azt, amikor én egész kicsi gyerekként nálatok kezdtem, gyakorlatilag az első ilyen kis serdülő koromba bementem, kis ducin, kis nem tudom, és emlékszem, hogy mondtad nekem, hogy Pali, tessék kihúzni magad, és a Miki berakott nekem egy seprű nyelet ide a hátam, hogy húzzam ki magam. Ez azóta se sikerült, Zsolt, megnyugtatlak, viszont hát nagyon sok minden történt, és ez egy élmény volt itt is fellépni, meg hát alapvetően bármilyen, amikor az ember színpadra áll, vagy akár csak ide a kőre, az egy fontos pillanat.
És mit szólsz ez a terézvárosi közönséghez, hiszen itt újongott, tapsolt neked? Nagyon nagy élmény, nyilván olyan dalokat hoztam, amiket reméltem, hogy ismernek ők, Máté Péter, István a király, a honfoglalás. Attól nagyon féltem, hogy egy ilyen helyen milyen lesz egy lassú dalt elénekelni 100 zongora kísérettel, és nagyon, nagyon jól vették, és nagyon, nagyon fegyelmezetten nézett a közönség, hogy nagyon, nagyon jól esett tényleg. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy itt lehettem a Széchenyi fürdőben, hát nekem is egy nagy élmény volt. Steindl Gabinak, aki a mai esemény egyik szervezője, főszervezője, illetve a polgármester asszonynak, aki viszont nagyon kedvesen beszélt róla itt az elején, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon nagy élmény volt itt lenni. Várni kell, ha úgy érzed, van miért. Várni kell, ha úgy érzed, van. Na még egyet közösen, jól, gyerünk! Várni kell, ha úgy érzed, van miért. Várni kell, ha úgy érzed, van. Nagy tapsot! Várni kell, ha úgy érzed, van miért. Köszönöm! És már hagyományos programnak tekintető ez Terézváros történetében, hiszen több évet csináljuk évente elég sok alkalommal, nem csak itt a Széchenyi fürdőben, hanem ugye prevenciós napokat tartunk az 5-ös 10-ben is, tehát már meg sem tudom számolni, hogy hányat az elmúlt években, és valóban van értelme, látogatottak ezek a prevenciós napok, és hogy ilyen jó időt sikerült kifogni, ez meg külön egy nagyon kellemes. Szeretném megköszönni a kolléganőimnek a segítséget, és elsősorban Stein Gabriellának, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a program itt ma megvalósuljon, és hát csak annyit tudok mondani a végére, hogy augusztusban is nagyon sok szeretettel várjuk a terézvárosiakat ugyanide, és ősztől pedig folytatódnak továbbra is a szűrővizsgálatok. Hát itt van a három grácia. Most hogy is volt? Az első évben ti ketten voltatok, aztán te egyedül voltál, és most pedig hárman lettetek hirtelennyiben. Azóta már a gyermeked másfél éves lett, és újra itt vagyunk a Széchenyi strandon, és ezúttal kiegészült egy új elemmel az egészségnap. Az aqua jógával. Ez mi a testet és a lelket összehangolja, kicsit befelé figyelünk, lassú zenére történik, kicsit más hangulatot ad az aqua fitnessnek, és reméljük, hogy szeretettel várják és fogadják majd a vendégek, és egyre többen ismerkednek meg vele, és összeszedik a bátorságukat ahhoz, hogy megpróbálkozzanak. Aqua yoga, aqua fitness, akkor tegyük rendbe, hogy mit is jelent. Ugye, mint az összes fitness irányzatnak, az aqua fitnessnek is nagyon sok ágazata van. Az aqua fitness átmozgatja az egész testet, bemelegítés, kardió, erősítés. Még az aqua yoga ugye a lélekre is jobban odafigyel, akkor nyújtásokat tesz bele. Ahogy elmondta a Julcsi is, igazából lassúbb mozdulatokkal tevődik össze az edzés. Mi a mai tapasztalat, mennyire szerették a terézvárosiak, és hát csatlakozhattak ide ugye azok is, akik kedvet kaptak a tornához. Igen, szerencsére nagyon nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy azt veszük észre, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak és vesznek részt nagy bátorsággal és vidámsággal, úgyhogy ez számunkra is nagy öröm és visszajelzésnek is vesszük. Azt láttam, hogy volt olyan eddig, aki mindegyik tornán ott volt. Igen, nagyon bátrak voltak, ha lehet ezt mondani, kedvet kaptak hozzá, bátorítottak ezáltal minket is, jobb kedvünk lett, jó hangulatban telt ez a mai nap, úgy érzem, hogy sikerült népszerűsíteni itt a körben.
Mennyire terheli meg a szervezetet ezek a tornák? Ugye ezért is csináltuk, külön volt melegvizes torna is, meg hűvösvizes, igazából 28 fokos, meg 38 fokos, mert a melegvíz ebbe a melegben nagyon megterheli a szervezetet, ezért voltak itt a lassúbb mozdulatok, a könnyedebb, a magunkra figyelős, a lelkis világ, és a jókedv, a bulizás, az pedig ment a mélyvízbe, mélyvízes akvát tartottunk, hoztunk nekik speciális övet, aki nem szereti a vizet, vagyis fél a víztől, az is nyugodtan bejöhetett, és ott is tudott egyet mosolyogni, nevetni. És végül egy hangos meghívó a kedves vendégeknek, akik kedvet kaptak, és mondjuk augusztus 30-án újra eljönnek ide a strandnapra. Igen, szeretettel várunk minden terézvárosit augusztus 30-án, ugyanitt a Széchenyi fürdőben. Szikrázó napsütés van, és itt vagyunk a Széchenyi fürdőn újra. Hányadik alkalommal tetszett igénybe venni az egészségnapi szolgáltatást? Hát én ezt most második alkalommal veszem csak igénybe, mert hát idáig még nem voltam nyugdíjas, úgyhogy most, hogy nyugdíjas vagyok, most már én is igénybe veszem. És nagyon jól érzem magam, nagyon jó volt, és nagyon jó volt a műsor is, és ez a tornászás, amit végig csinálunk itt, ez meg fantasztikus. Melyik tornákat tetszett végigcsinálni? Mert azt láttam, hogy mindenhol... Minden tornánál ott voltunk, a hidegvízben is, itt a melegvízben is, úgyhogy teljesen jól érezzük magunkat, és a tai chit is csináljuk, most majd mindjárt megyünk oda át a túloldalra. Meleg vízbe. Interjú előtt arról beszélgettünk, hogy ismét eltelt egy év, és amit ugye egy hete lettünk volna, és folytattuk tovább, hogy érezted magad? Isten, nagyon jó volt ismét visszajönni. Megmondom őszintén, én tavaly össze voltam első alkalommal itt, és nagyon sokat kell dolgozni, de valami annyira helyesek voltak a szépkorúak. Mindenkitől annyi pozitív visszajelzést kaptam, hogy nekem ez teljesen boldogság. A fáradtság mellett nagyon jó esett, azt kell mondjam. Köszönöm. Szoktunk egy kis leertárt is csinálni. A mai napon hány masszírozás volt? Hát körülbelül olyan 30 fölötti, de meg kéne számolnom a jegyeket, mert még arra nem volt időm, hogy még kicsit fújtatnom kell. Ez a több mint 5 órás munka, ugye egy kicsit azért kiveszi az emberbe az energiát. Úgyhogy nagyjából egy olyan 30 fölötti embert számoltunk körülbelül. Ilyenkor adódik a kérdés, hogy mennyire tudjátok lemérni azt, hogy egy-egy vendégnek milyen a egészségi állapota? Hát én mindig megkérdeztem a vendégektől, hogy mit szeretnének, hol van problémájuk. Én és aromaterápiás masször vagyok, úgyhogy én a gerincüket felmértem, hogy hol vannak csomók, és akkor arra rákérdeztem, hogy van-e probléma. És ha igénylő választ kaptam, akkor olyan olajokat kevertem, kinek illő olajokat, és a technikának megfelelően masszíroztam meg. Te esetedben ez hogy működik? Hát nekem ugye a kezem érzi, hogy hol van tapadás, és azt a területet próbálom először lazítani, és utána ilyen kis kimozgatásokkal még lazábbá tenni. Nagyobb legyen a mozgástartalma annak a területnek, amit masszírozunk. A nap további programja? De egyet csopanunk szerintem, és akkor megyünk haza. Én még megyek majd masszírozni még két helyre, úgyhogy még nekem nincs vége a mai napnak. Hát jól befűtöttek nekünk itt az égiek, hogy érzik magukat? Köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat, örülünk ennek a szép időnek, és örülünk annak, hogy itt lehetünk. Minden évben itt vagyunk, és külön köszönjük a polgármester asszonynak, hogy ennyit törődik az idősekkel, az egészségünkkel, és hogy ilyen alkalmak vannak nekünk. A Hunyadi téren is ott szoktunk lenni, az NST-ken, Csengeri utcában lakunk közel, úgyhogy nagyon örülünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Minden tornán részt vettünk, szerencsénk volt még a masszírozással is, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, és köszönjük szépen, hogy részt vehetünk, és itt lehetünk. A masszírozáson kívül melyik medencéket tetszettek kihasználni? Az összest kihasználtuk, tehát mindet a program szerint mentünk, végigjártunk minden tornát, minden tetszett, tehát szóval végigcsináltunk, és még nem untuk meg, hát mostan közbeítettük a
masszírozást, amit nagyon se akartuk kihagyni, de nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy az előttem szólóval maximálisan egyetértek, úgyhogy élünk a lehetőséggel, és nagyon köszönjük a polgármester asszonynak. De azért még azt kifelejtettük, hogy milyen volt a Fekepali koncertje. Jaj, hát bocsánat. Az is nagyon idevaló volt, és nagyon tetszett. Tehát meg volt válogatva nagyon jól. Szóval nagyon szépeket énekelt. Mindennel egyet mindent tudtuk, énekeltük együtt, vele együtt tapsoltunk. Úgyhogy nagyon tetszett, jó volt a választás. Reggel 9 órakor szinte elsőként érkeztek a Széchenyi Fürdőbe a strandnapra, és látom hazafelé, hogy érezték magukat. Hát nagyon szépen köszönjük a kérdését, jól éreztük magunkat. Igyekeztünk korán kijönni, mert nagy kánikula van, és most már elfáradtunk, végigcsináltuk a tornákat, amiket általában biztosítanak nekünk, különféle változatát. Hát elpillettünk, és hát nagyon köszönjük a polgármesteri hivatalnak, hogy ezt a rendezvényt minden alkalommal biztosítja a szépkorúaknak. Mi volt ma a sláger? Hát a sláger, újra itt van a nagy csapat, ez egy régi sláger, de újra itt van a Terézvárosi öregfiúk nagy csapat, vagy a szépkorúak csapata, újra a fellegek velünk voltak, mert nagyon jó idő volt, nagyon jó tornák voltak, masszírozások, és az idő nagyon jó volt, rendesen elfáradtunk, megéheztük, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehettük. Hát szép napot, azt láttam, hogy ti is készültök hazafelé. Milyennek az oka? Hát nagyon nehéz nap volt ez a mai, ez a 34 fok, ez borzasztó sok nekünk is, pedig az ötödször vagyunk itt, ugye ötödször rendezik meg ezt a napot az idősek részére, az önkormányzat részéről. Mindent kipróbáltunk, mindent megcsináltunk, szaunáztunk, fényszauna, úszás, minden volt, úgyhogy rendesen el is fáradtunk. Neked mi volt a mai napban az új például? Az aquafitnessben volt ez a jóga, lazítás, tai chi, ezeket vagy nem láttam, vagy nem volt még, de ez nekem mindenféleképpen újdonság volt, és az, hogy a 35 fokos vízbe, a 34 fokos melegbe, hát köszönöm szépen a mai napot, nagyon jó volt, de most már jó lesz hazamenni. És az egyetlen egy bátor vállalkozók voltatok, akik táncoltak a Fekepál koncerten. Hát ezt a számot nem lehet kihagyni, amikor járunk a Kristálydúóra, mi erre a számra akkor is táncolunk, tehát ez nekünk a második legfontosabb szám az életünkben. Nemrégiben a televízióban te hívtad meg a terézvárosiakat a strandnapra, most ezt ugyanúgy megtehetjük, hogy a következő augusztus 30-aira miért jöjjenek. Ismétlem saját magamat, mert ezt a bulit nem szabad kihagyni, ez egyében kétszer lehetőség a szépkorúaknak, hogy térítésmentesen egy ilyen klassz helyet igénybe tudnak venni, jöjjenek el, azt mondom megint, álljanak föl, akár a fotelba, akár a székbe, akárhonnan, ne behúzódjanak a lakásba, jöjjenek, pürödjenek, legyenek a napon, legyenek a levegőn, kicsit mozogjunk együtt. Emberpróbáló napon vagyunk túl, árnyékban is 35 fokot mértek. Szép számmal érkeztek a szépkorúak a Terézváros önkormányzat által szervezett strandnapra ide a Széchenyi fürdőbe. Legközelebb itt augusztus 30-án reggel 9 órakor találkozunk. Köszönjük figyelmüket, Szalai Zsolt, Budapest, 6-os csatorna, Széchenyi fürdő.